A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér Extra a Fehérvár televízióban. Stúdiónk vendége Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, a lehetőséget, hogy Fehérvárról beszélgethetünk, és köszöntöm természetesen a televízió kedves nézőit is. Nem véletlen a mai találkozásunk, hiszen a mai napon rendkívüli ülést tartott Székesfehérvár képviselőtestülete, ahol nagyon fontos intézkedésekről kellett dönteni. Mik voltak pontosan ezek az intézkedések? Fontos és nehéz döntéseket kellett meghozni a testületnek, hiszen a energiaárak drasztikus drágulásának pénzügyi következményeit azt kezelni kell, és az önkormányzat, az önkormányzati intézmények alapszolgáltatások működőképességét pedig stabilan garantálni. De mielőtt rátérnék az intézkedések ismertetésére, mindenképpen szeretném kiemelni ennek a mai közgyűlésnek a hangnem és stílusát, mert nagyon nehéz témákat tárgyaltunk, nem is feltétlenül értettünk persze mindenben egyet, de a hangnem azt szerintem kifejezetten konstruktív volt, kifejezetten előremutató, és szerintem olyan, ami érdemi párbeszédnek adja meg a lehetőségét. Ez a magyar politikai kultúrában nem feltétlenül általános, úgyhogy szerintem érdemes egy pár mondattal ezt megköszönni a képviselőtársaimnak, amit itt most meg is teszek. Azt hiszem, hogy ennek van értelme, és ez a közélet tekintetében is jó példát mutat az ország egészének, amit minden más területen is szeretnénk Fehérvárról megmutatni. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen valamennyi képviselőtársamnak, kormánypárti és ellenzéki oldalról egyaránt. És akkor az intézkedések, amik vonatkozásában egyébként az is érdekes, hogy jelentős részüket egyhangú döntéssel, egy-két tartózkodással, vagy kifejezetten nehéz döntéseket adott esetben tartózkodás vagy nem szavazat nélkül tudtunk megszavazni. Azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos üzenet a fehérváriaknak, mégpedig, hogy ezek a döntések, bár sok esetben nehéz döntések, de értük születnek, és azért születnek, hogy ez a város működni tudjon, és ezzel párhuzamosan fejlődni is tudjon, még ebben a nehéz időszakban is. Hogyha kicsit távolabbról indítunk, ugye nyáron már jeleztem azt, hogy bizony az energiaárak drágulása az nagyon jelentős költségvetési következménnyel is jár majd. Ez bekövetkezett, ugye októberben ezért fontos intézkedéseket döntöttünk, és ezeket végigvittük most a mai közgyűlésen. Körülbelül 9 milliárd forint az a költségnövekmény, amit az idei esztendő október, november, december hónapjaiban, valamint a mai árszintet nézve 23-ban kell valahogy plusz kiadásként finanszírozni. Ebből a 9 milliárdból a legjelentősebb részt a város saját magán takarékoskodta meg. Egyrészt a korábbi évek tartalékait tudjuk felhasználni, másodszorban találtunk működési és fejlesztési tekintetben is olyan forrásokat, amit meg tudtunk takarítani. A múltkor meghozott intézkedések további mindegy 1 milliárd forintos megtakarítást eredményeztek, és ma ezt kellett még néhány lépést megtennünk. Talán ami a legnagyobb bevétel a mi oldalunkról, önkormányzati oldalról nézve, körülbelül 1,9 milliárd forint értékben építményadót kellett emelnünk a vállalkozások számára. Egyrészt jegyezzük meg, hogy telekadó bevezetése nem történt meg, tehát azt továbbra sem kell fizetni, másrészt a magánszemélyeket nem terheltük meg továbbra sem építményadó vagy kommunális adóval, legalábbis közvetlen formában semmiképpen. A vállalkozásoktól viszont egy többlet teherviselést kérünk most egyfajta hadiadó jelleggel a rendkívüli körülmények okán. Tegyük hozzá, ez nem feltétlenül a legjobb időpont ehhez, hiszen ők egyéb más területen is nehéz helyzetben vannak, az ő költségeik is jelentősen nőnek, de azt érezniük és látniuk kell, hogy ő általuk befizetett adóból olyan dolgokat tartunk fönn, ami a családok mellett a gazdaságnak is fontos, hiszen a bölcsőde, óvoda működése, az autóbuszjáratok csúcsidőben az mind-mind a gazdaság számára elengedhetetlenül fontos szolgáltatások. Úgyhogy nem könnyű helyzetben, de ezt a döntést ma meg kellett hozni. Többekkel tárgyaltunk az elmúlt napokban, és az ő kérésük az volt, hogy a mértéke tekintetében akkor, ha normalizálódik a helyzet, ha a költségszintek csökkennek, ha mondjuk
az áramgáz távfődíj jelentősen és hosszú távon csökken, vagy egyébként a bevételeink jobban alakulnak a várnál, vagy kapunk valamilyen kiegészítő állami segítséget, vagy valahonnan forrást, akkor részben az építményadó mértékét is gondoljuk majd át. Erre ígéretet tettünk, mi több, ma egyébként egy határozatba is foglaltuk ezt, tehát ha lesz lehetőség a jövőben, akkor át fogjuk gondolni ennek az építményadónak a mértékét. Ez akkor azt jelenti, hogy az érintettekkel, a vállalkozásokkal, vagy azok képviselőivel történt egyeztetés? Ugye a kamarához küldtünk mi egy előzetes tájékoztatást már egy kicsivel több mint egy hónappal ezelőtt, jeleztük a kamara számára, hogy várhatóan mértékét tekintve az építményadót emelnünk kell. Azt is leírtuk, hogy mik az indokaink. A kamara erre akkor válaszolt, és azt kérte, hogy ne történjen egyáltalán építményadó emelés következő esztendőkben. Most pedig a hét elején elküldtük nekik a konkrét döntés előkészített anyagot, amiből egyébként ma már azóta a közgyűlésen döntés született. Még egyszer ezt az egész kérdéskört, ezt pedig egyeztettük azóta a nagy ipari szereplőkkel, kisvállalkozókkal is, de ugye 12 ezer vállalkozás van a városban, tehát nyilván egyenként mindenkivel nem lehet, és biztos vagyok abban, hogy a következő hetekben is még történnek majd ilyen egyeztetések. Ugye az a szabály, hogy november 30-áig kell meghatároznunk, ha adóemeléssel a következő évben változtatjuk, ebben az esetben 23-mal az adótételeket, ezt most megtettük, de adót csökkenteni, vagy újabb kedvezményt beépíteni a rendszerbe, azt bármelyik időpillanatban meg lehet. Ugye körülbelül 2200 forint per négyzetméterig lehetne megemelni az építményadó mértékét, ezt mi most 1500 forintban állapítottuk meg, ami egyébként jelentősen alacsonyabb, mint a megyei városok esetében alkalmazott díjtétel, legalábbis eddig az volt, és még most is bőven vannak városok, akik például 2000 forint körül szednek négyzetméterekként, tehát valljuk be, hogy ez a fehérvári vállalkozásokat nem fogja vigasztalni, azt viszont kérem, hogy fogadják el, hogy ezekből olyan dolgokat finanszírozunk, ami a gazdaság életét is segíti, és még egyszer át fogjuk gondolni a mértéket, ahogy tudjuk, illetve vannak olyan területek, vendéglátás, szállodák, ahol gondolkodunk valamilyen típusú plusz támogatási pályázati struktúrába jövő év elejétől elindítva, mondjuk a pandémia alatt működtettünk egy ilyet, és azt gondolom, hogy ez fontos volt. Úgyhogy ez volt az egyik fontos döntésünk. Másik fontos döntésünk az a közétkeztetést, parkolást érintette. Itt díjemelésekre kényszerülünk, különösen a közétkeztetésnél óriási a költségnövekedés, annak egy részét kérjük a díjemelésben, hogy a fogyasztók fizessék be, már akik fizetnek a közétkeztetésért, hiszen a közétkeztetést igénybevők nagy része, az különböző gyermekkedvezmények, szociális kedvezmények vagy nagycsaládos kedvezmények miatt egyáltalán nem, vagy eleve csökkentett díjat kell, hogy fizessen, és ugye az állam fizet egy normatív támogatást az önkormányzatnak, én azért abban bízom, reménykedem, hogy esetleg abban lesz egy emelkedés 2023-ban. A közösségi közlekedésnél háromféle döntést hoztunk, az egyik, hogy nem emeljük a jegy- és bérletárakat, a másik, hogy megtartjuk a kedvezményes diákbérletet, tehát 23-ban is egy vonaljegy ára lesz egy havi diákbérlet, ugye a papíron vesszük meg, akkor 340 forint, hogyha pedig online, akkor 280 forintért egy havi diákbérletet meg lehet venni, és hozzányúltunk viszont a menetrendhez, valamennyit csökkentettünk rajta, egy kb. 250-260 millió forintos megtakarítást jelent abból a 3 milliárd forintból, amibe kerül egyébként a közösségi közlekedés, és ez egyáltalán nem érinti a csúcsidőszakokat, a munkába járást, az iskolába járást, erre próbáltunk figyelni, úgyhogy itt alapvetően inkább az esti órák, napközben órák, vagy éppen a időszakot tekintve a hétvége az, ami ebben megjelenik, ott ritkítottunk járatokat, azzal, hogy nyilván ezt is egy ideiglenes intézkedésnek tekintjük. Díjemelések tekintetében a közterületek díját emeltük meg, ez viszonylag kevés embert érint, de összességében ezzel tudtuk egy kicsit a bevételi lábát növelni, és egy picit a kiadási lábát megint csökkenteni ennek a mostani költségvetési helyzetnek. Ez pénzügyileg segítség az önkormányzatnak, és lesz majd lehetőség reményeink szerint ennek az újragondolására, hiszen bízunk benne, hogy azért nem ez a magas árszint marad áram, gáz, távfő tekintetében örökre,
hanem lesz valamennyi visszaesés, és akkor mindig lesz lehetősége kicsit az azon számtan alapján megnézni, hogy a meghozott intézkedések közül mi az, amin esetleg utólag majd lehet változtatni a jövőre nézve. Még egy kicsit visszacsatolnék a tömegközlekedés, közösségi közlekedéshez, ugye említette ezt a 3 milliárd forintot, hogyha jól tudom, olyan nagyságrendileg 1 milliárd forint bevétel van. Igen, nagyságrendileg 2 milliárd forintba fog kerülni az önkormányzatnak a közösségi közlekedés már, és abból most ez a 250-260 millió forintot tudjuk megtakarítani, a többi részt azt az önkormányzatnak ki kell majd a volán irányába fizetni. Most már egy futott kilométer díja az meghaladta az 1000 forintot, most éppen 1015 forintot fizetünk, egy kilométerért a volán irányába. Hosszú távon azonban ez nyilván nem jelen gazdasági helyzetben, azért a menetrendmódosítás és a közösségi közlekedés fejlesztése nem fog elmaradni, nem? Nem is maradhat el, hiszen azt látjuk, hogy van egyfajta utasszámnövekedés, tehát lenne lehetőség ezt még folytatni, a hálózaton bővíteni tudnánk, ugye erre vonatkozó koncepció, majd konkrét terv, menetrend tervig elkészült, úgyhogy abban reménykedünk, hogy esetleg amikor vissza tudjuk vezetni a bővítést, akkor már arra a rendszerre tudunk folyamatosan átállni, mert az sokaknak és jobb szolgáltatási színvonalat tud nyújtani, mint a jelenlegi hálózat és a jelenlegi menetrend, mert hiszünk abba, hogy az utazó közönség jobb kiszolgálásával, jobb menetrenddel, jobb hálózattal, kedvező tarifák mellett, jó autóbuszokkal van lehetőség az utasszámot növelni. Ezáltal az autós közlekedésben az autók számát egy kicsit csökkenteni, és ezáltal egy kicsit a közlekedésben előrelépést biztosítani. Ugye a szóló elektromos autóbuszok közül 12 már megérkezett, ezeket az Icarus legyártotta, ezek már forgalomban is álltak. Hát most az a helyzet van, hogy ebben a pillanatban ezeknek a működtetése drágább, mint a dízel autóbuszoké. Akkor viszont jelentősen olcsóbb lenne, hogyha az áramtermelést is meg tudnánk oldani, hogyha volánnal tárgyalunk arról, hogy esetleg például a volántelepnél hogyan lehetne egy naperőmű parkkal kifejezetten a üzemanyagát az autóbuszoknak biztosítani. Ha már a naperőmű parkot említette, akkor a közgyűlésen is volt szó egy hasonló tervről, napelemes beruházásokról, ami több intézményt is érintene. Igen, szám szerint ez most 7 újabb intézménynél jelenteni ezt a fejlesztést, azért mondom újabbnál, hiszen számos esetben már elkészült, vagy éppen folyamatban vannak kivitelezési munkák. Most 7 intézménynél ebben van könyvtár, van szociális intézmény, van bölcsöde, van közösségi ház, mondjuk például az Öreghegyi Művelődési Ház, tehát ezeknek a tervezése kezdődött el, mivel abba bízunk, hogy amikor a terv már készen van, akkor valahonnan valamilyen forrásból magát a kivitelezési munkát is meg tudjuk valósítani. Ugyanígy folyamatban van már a közvilágítás korszerűsítésére egy közbeszerzési eljárás elindítása, ezt a Városgondnokság fogja lebonyolítani. Ez egy körülbelül 2 milliárd forintos beruházás, de mondjuk csak a 23-as számlánk a mai árak mellett kb. 1,6 milliárd forint, tehát viszonylag könnyű belátni, hogy viszonylag hamar meg fog tudni térülni egy ilyen beruházás. De például elindult a beszerzési eljárás a színház épületén belül a korszerű LED világításra cserélésé tekintetében a hagyományos világításnak, az egy kb. 12 millió forintos beruházás, viszont nagyon jelentős költségmegtakarítást fogunk az üzemeltetésben elérni, és hát elindult a LED csere program a fehérváriak számára is, ugye most már elérhető a regisztrációs felület, ezt meg lehet tenni, és akkor ingyen lehet energiatakarékos LED-ekhez jutni. Ugye a regisztráció következő hetekben kell, hogy megtörténjen, és jövő év elején pedig át fogjuk adni ezeket a LED-eket, még egyszer ingyen lehet ezekhez hozzájutni, viszont nagyon jelentős, több 10%-os energia megtakarítást fognak tudni az otthonukban a fehérváriak elérni, ha csatlakoznak ez a programhoz, én mindenkit erre kérek, biztatok. Akinél esetleg probléma a regisztráció, hiszen ezt egy internetes felületen lehet és kell megtenni, néhány adatot föl kell tölteni, néhány számlát fotóként föl kell tölteni. Ha bárkinek problémát okoz, akkor az Alba Bástya nevű önkormányzati intézményhez lehet elmenni a hétköznapi időszakokban, és ott segíteni fognak a regisztrációban, és valamikor a jövő év első hónapjaiban pedig az átadás időpontjáról, helyéről értesíteni fogjuk a fehérváriakat. Ugye a költségtakarékosság, azt talán mondhatjuk azt, hogy egy hívószó is lesz?
És hát szerintem jövőbe mutató is. Tehát azt gondolom, hogy pénzügyi szempontból is, környezetvédelmi szempontból, fenntarthatóság szempontjából is ez most fontos. Ez igaz a magánszemélyre, igaz egy családi otthonra, és ugyanúgy igaz egy önkormányzati, vagy egy állami, vagy éppen egy egyházi vagy civil szervezet által fenntartott intézményre. Ez most kulcskérdés lesz, és bár bízom benne, hogy a mai díjakhoz képest az áram, gáz, távfőárak akár jelentős mértékben is csökkenhetnek, de nem vagyok a tekintetben optimist, hogy vissza fognak-e valaha oda térni, ahonnan elindultak a háború előtt, márpedig egy magasabb költségszintet is kell tudni finanszírozni, nem csak ezt a nagyon kiugrót, ami az előző hónapokban tapasztalható volt. A következő fontos lépés nekünk az a távfődíj megállapítása január 1-e és április 15-e közötti időszakra. Nyugtassunk meg mindenkit, a magánszemélyt ez akkor sem fogja érinteni, hiszen a kormány bejelentette, hogy a rezsicsökkentett ár, magyarul a hatósági befagyasztott áron fogja kapni mindenki magánszemélyként a távfődíjat a teljes fűtési szezonba. Az önkormányzat viszont a tavalyi árnak a 11,6-szoros szintjén kapja a távfődíjat. Ezen lehet csökkenteni? Lehet csökkenteni január 1 és április 15-e közötti időszakra, ami persze nagyon fontos, hiszen a téli fűtési időszaknak valójában a legfontosabb és legnagyobb fogyasztást generáló néhány hónapjáról van szó. Ha ott egy alacsonyabb díjat állapít meg nekünk az állam, akkor az egy nagyon-nagyon komoly támogatás és költségcsökkentés lesz. Az lehet például az alapja annak, hogy a meghozott intézkedéseket el tudjuk kezdeni átgondolni. Nem fogjuk tudni azokat teljesen annulálni és visszavonni, hiszen lehet, hogy mondjuk a felére csökken a távfődíja, de az még mindig többszöröse, mint a tavalyi esztendőben. Tehát ugyanúgy tudnunk kell finanszírozni, de lehet, hogy azért akkor nem 9 milliárd lesz a probléma, hanem 7-8, és akkor az az 1-2 milliárd forinttal egyébként már máshol tudunk számolni, máshol tudjuk működésben, vagy éppen adóvisszatérítésben, pályázatokban, vagy éppen fejlesztésekben elkölteni. Ugye nyilván ezt gondolom, hogy komoly lobby tevékenység és tárgyalássorozat eredménye lehet majd. Igen, ez már zajlik is. Az ármegállapítás egy 20 napos átlagárral történik. Ezt az állam meghatározott és hatásköre rendelkező szerve az Energiahivatal el is kezdte, sőt gyakorlatilag lassanként le is zárja, és hát megvárjuk, valószínűleg december hónapban meg fogjuk tudni és meg fogjuk ismerni ezt az árat, és azt is, hogy milyen támogatást kapunk ehhez kapcsolódóan az állami költségvetésből, mert azt tudni kell, hogy körülbelül fejében a távfő összmennyiségének 80%-át a magánszemélyek használják föl a lakásokban, több mint 21 ezer távfős háztartásunk van, és ezt teljes egészében megkapjuk az állami költségvetéstől, nem az önkormányzat, hanem a Széphő Zrt. Tehát ezt a cechet teljes egészében az állami költségvetés az emberek helyett megfizeti. Itt arról a 20%-ról beszélünk, amit nem magánszemély fogyaszt, hanem akár önkormányzati intézmény, állami intézmény, vállalkozások, és sorolhatnánk. Ugye ez az, ami a szép hőt illeti, de folyamatosan lehetett hallani a fehérvízzel kapcsolatban is. Most hol tart a fehérvíz ügye? Mi az, amit el tud mondani részleteket már? Itt is több tárgyaláson vagyunk túl, sok szempont fölmerült. Én még azt sem zárnám ki, hogy esetleg a vagyon kérdését újra lehessen nyitni, és ezzel együtt mondjuk a fehérvíz állami részesedését meg lehessen vizsgálni. Mi magunk is felvetettünk több lehetőséget. Most, ami nagyon fontos és égető, hogy minél hamarabb történjen meg az energiabeszerzés lezárása és erre a fedezet biztosítása, és hogyha ez sikerül, akkor nyertünk egy kis időt, hogy a szolgáltatás garantált és stabil, és ezzel párhuzamosan az állammal meg tudunk tárgyalni, meglátjuk, hogy ez milyen eredményre fog vezetni. Ugye most egy új minisztériumhoz kerül át ez a kérdéskör, hiszen változik egy kicsit a kormány szerkezete, az energiával, a közművekkel egy önálló minisztérium fog foglalkozni. A vízi közmű, azaz ez a kérdés is, ugyanúgy, mint mondjuk a távfő, az ez a minisztériumhoz fog tartozni. A kinevezendő új miniszterrel is beszéltem már, kértem, hogy ahogy lesz rá lehetőség, akkor a vízi közmű kérdésekről, a vagyonról, a szolgáltatásról, annak biztonságáról, energiaellátásáról tudjunk tárgyalni önkormányzati szinten is. De a posta új vezérigazgatójával is felvette már a kapcsolatot, ez is szóba került a mai közgyűlésen, kérdést intézett hozzá önhöz a Fidesz frakció vezetője. Igen, ugye tudjuk, a tévében is beszéltem róla, hogy mi is a sajtóból értesültünk a posta emellépéséről, hogy 5 postahivatal működését felfüggeszti Fehérváron,
És egy kicsit az volt az érzésünk, ez be is igazolódott, hogy ez a felfüggesztés azt jelenti, hogy nem is feltétlenül szeretni tavasszal újra nyitni. Mi viszont szeretnénk, hogy ebből minél több hivatal újra nyitható legyen, ha lehetne tavasztól, hanem már az év elejétől. A tárgyalásokat megkezdtük, először Fonagy államtitkár úrral, utána pedig a posta új vezérigazgatójával. Személyesen tárgyaltam mind a két helyen. Azt az ajánlatot kaptuk, hogy azon postahivatalok esetében, aminek lehetséges az újranyitása, ott a körülbelül költségek 50%-át kell az önkormányzatnak finanszírozni, akkor fogják újra nyitni. Én szóba jeleztem, ezt jövő héten meg fogjuk tenni írásban is, hogy készek vagyunk ezt vállalni. Úgyhogy várjuk a pontos költségkimutatásokat, a pontos ajánlatot, hogy a döntéseket minél hamarabb meghozhassuk. Mi arra fogunk indítványt tenni, hogy mind az öt postahivatal kerüljön újranyitásra, és aztán a következő években nézzük meg, hogy merre tovább, postai hálózat Fehérváron. Meglátjuk majd, hogy kapunk-e lehetőséget 5-re, vagy csak 4-re, vagy 3-ra. Ahogy lesznek pontos információk, akkor ezt el fogjuk mondani. Talán egy érdekes, izgalmas adat, napi szinten 5000 ember megy be a fehérvári postahivatalokba. Tehát azért ez még mindig egy nagyon jelentős szám, hiszen ez nem azt jelenti, hogy minden nap ugyanaz az 5000, az bizony, nap, ez pár tízezer embernél még mindig egy olyan szolgáltatás, ami ugye jogilag már nem közszolgáltatás, hanem piaci, de valójában mégiscsak közszolgáltatásként fogják fel az emberek. Az nem lehet, hogy Szárazréten, Maroshegyen, Öreghegyen, hogy csak most városrészeket emlék, csak egyáltalán ne legyen elé a közelben sem elérhető posta szolgáltatás. Ezért próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ezeket ki tudjuk nyitni. Egyébként ebben az öt postahivatalban az 5000-ből napi szinten 1800 fő tér be. Tehát látszik, hogy azért ezek a posták is komoly ügyfélforgalmat bonyolítanak le. Az lenne a terv, hogy 2023. január 1-től tudjunk lehetőség szerint megállapodni, legalább 2024. június 30-áig, és akkor lenne egy másfél esztendő arra, hogy egy kicsit átgondoljuk, hogy utána hogyan megyünk tovább. De akár az edukáció kérdése az még most is adott lehet a posta vonatkozásában, az online szolgáltatások és vonatkozásában. Ezt is sürgettük, mert azért a jövő mégiscsak ebbe az irányba mutat, mert ugyan szerintem sok a napi 5000 fő, de azért csökkenő tendenciát is látunk. Tehát látszik, hogy egyre többen, egyre több dolgot már online intéznek, nem feltétlenül mennek el személyes ügyintézésre. Jó ideig még szerintem ez a két világ párhuzamosan lesz jelen, hiszen például a nyugdíjaknak egy része az postán keresztül érkezik, és nem banki átutalással. Azaz, ha nincs postai szolgáltatás, akkor is főleg egy idős ember most hirtelen egyik pillanatra másikra átálljon egy új rendszerre, ez nagyon nagy nehézségeket jelentene. Tehát egy ideig mind a kettő jelen lesz, de szerintem fontos, hogy felhívjuk az embereknek a figyelmét arra, hogy már vannak bizonyos alternatív lehetőségek, az applikációtól kezdve nagyon sok olyan technikai eszköz és segítség áll már rendelkezésre, amivel ezeket az ügyeinket már tudjuk intézni, ügyfélkapu. Tehát azért sok mindent már meg tudunk tenni, de azért vannak még olyan szolgáltatások, amit láthatólag az emberek mégiscsak a postahivatalokban vesznek igénybe. Ott viszont jó lenne elkerülni a zsúfoltságot, jó lenne munkahelyeket megőrizni, és jó lenne, hogy legalább nagy városrészeket tekintve legyen elérhető postai szolgáltatás postahivatalokon keresztül is. Fontos kérdésekben születtek, tehát akkor döntések a mai rendkívüli tanácskozáson is. Végezetül engedjen meg egy kérdést, hiszen jövő héten már meggyújtjuk majd az első gyertyát itt a közös adventi ünnepárás jegyében. Mire számíthatnak majd azok, akik Székesfehérvár belvárosába látogatnak? Remélem, hogy sok olyan programra, olyan diszkivilágításra, olyan karácsonyi vásárra, ami mosolyt csal az arcukra, és ebben a nehéz időszakban segít egy kicsit lelkiekben érzelmileg is feltöltődni, így készülni karácsony szent ünnepére. Nagy öröm, hogy tudunk karácsonyi vásárt tartani, több mint 30 vásározó, kereskedő fog ezen részt venni, de külön a kézműveseknek biztosítottunk helyet. Tehát szerintem egy szép vásár lesz, a diszkivilágítást közösen egyébként fehérvári vállalkozással meg tudjuk valósítani. Látszik, hogy már a Városgondnokság dolgozik itt ezeknek a szerelési munkáknak, hogy mind időben elkészüljenek. És a programok tekintetében hamarosan Püspök úrral egy közös sajtótájékoztatón fogjuk ezeket bejelenteni és meghívni rá a fehérváriakat. Az elmondható, hogy vasárnaponként lesznek a gyertyagyújtások, és ahhoz kapcsolódóan ünnepi program lesz
mindig a főtéren, a színpadon, és jövő hét elején pedig érkezik a karácsonyfa. Különleges története van, hiszen több mint két évtizede ez egy kivágásra ítélt, akkor még kis fenyőfa volt, amit egyébként hivatalunk egyik dolgozója, remélem, hogy majd egyszer hozzájárulja, mondjuk a nevét, megmentett, hazavitt, és akkor elmondta, hogy az a cél, hogy egyszer ez legyen a város karácsonyfája. Most ért el azt a nagyságot, hogy nem maradhat tovább az adott családi háznak az udvarán, úgyhogy most szerintem ez egy szép történet, hogy utána most visszatér a város főterére, és remélem, hogy sok embernek, különösen a gyerekeknek okoz majd nagyon-nagyon sok örömet. Advent első vasárnapján Püspök úrral közösen fogjuk meggyújtani advent koszorún az első gyertyát, és egyúttal pedig gyermekek segítségével fölkapcsolni a diszkivilágítást, és hogy akkor lesz az angyalok kórusa, ami több száz kisebb-nagyobb gyermeknek a kórusa. Hát aki ezt már hallotta, látta, az tudja, hogy csodálatos. Most ráadásul nem a Melvédre fognak felállni, hiszen a Városháza még felújítás alatt van, hanem közvetlenül a színpad elé. Úgyhogy kicsit kuriózum lesz és újdonság. Én tényleg nagy szeretettel hívok mindenkit. Jöjjön, érezze nagyon jól magát, hozzá a családtagjait, gyermekeit, unokáit, szüleit, nagyszüleit, vagy éppen barátait máshonnan. Ugye nagyon sok helyen az országban nem lesz karácsonyi vásár, nem lesznek ilyen programok, tehát én arra is számítok, hogy sokan el fognak jönni máshonnan hozzánk, ami egyébként mondjuk például a turisztika vonatkozásában is fontos lehet, de hát persze kiemelten fontos, hogy maguk a fehérváriak, vagy a Fehérvár környékén élők jól érezzék magukat az adventi időszakban. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon szép estét, és nagyon szép hétvégét kívánom. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban, hétfőn pedig Köztér Extrával számítok majd a figyelmükre. Viszontlátásra, kellemes időtöltést! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.